politika az életünk szerves részét képezi. Ki azt mondja, hogy nem foglalkozik vele, az hazudik. Amikor bemegy a boltba és látja, hogy a kenyér 970 forint, maga is kimondja azt a két szót, amit még oly sokan ebben az országban. Ismerős az a két szó, hogy a kurva anyád? Na ugye, látja, ön is érintett. Nem tudja elkerülni, a szemellenzőit fabotkát sem ér. Üdvözlöm Önöket, kedves nézők! Dr. Gyurbán Viktor Ferenc vagyok, az Ovenie de Gyöfösi, vagyis az Orbán Viktor nem jó, de Gyurcsány Ferenc sem igazán jó pártelnöke. Azért jöttem, hogy lehetőséget kínáljak Önöknek a jobb élet felé. Áprilisban majdnem így nyertem meg a választásokat. Sajnos egy tragikus dolog miatt ez meghiúsult. Mégpedig azért, mert a Fidesz nyerte meg a választásokat. Pedig minden jel arra utalt, hogy én leszek a nyertes. Még a haverok is megmondták a kocsmába. Még a türkiszkék lambóra is láttam a rendelést. Aztán derült égből jött a villámcsapás. Ez volt áprilisban. Most szeptember van már úgy, ahogy kijózanodtam. Aztán ahogy felébredtem, jött a következő arconszarás. Jött a Viktor azzal, amivel az ellenzék ellen kampányolt. Hát azt hittem, nyakon vágom. Megszorítások. Bár nem lettem miniszterelnök, de tudok Önöknek segíteni, hogy spóroljon hatékonyan a rezsivel. Nagyon fontos, hogy ne kapcsolják ki a villanyt és a gázt élen. Ebben talán mindannyian egyetértünk. Így jöjjön az első pont. Nem kell ide se áram, se gáz. Adok egy tippet. Észrevették, hogyha tátott szájjal lélegeznek, a kiáramló oxigén jóval melegebb, mintha szűken tennék ugyanezt? Na, ezt kell csinálni. Sokáig. Ha otthon tartózkodnak és érzik, hogy fáznak, csak nyissák ki a szájukat és lélegezzenek úgy. Hogyha többen élnek egy fedél alatt, mindannyian tegyék ezt, és a kellemes meleg garantált. Amit viszont nem szabad elfeledni, az a szeretet. Szeretnünk kell egymást ezekben a nehéz, válságos időkben. Ölelje meg a párját, és a 36 fokos testhőmérséklete felmelegíti ilyent. Akkor van gáz, hogyha nem szeretik egymást, az nem jó. Ilyen esetben öleljék meg a kutyát, a szomszédot, a boltost, vagy aki éppen szembe jön. Neki is jól fog esni, mert szeretik, maga meg felmelegszik. Hogy spóroljunk az áramon? Nagyon sok lehetőség van erre a célra. Nyilván a legegyszerűbb az, hogyha nem használja. Én ezt vegyíteném az Önök helyében. Nem kell lemondani a televíziózásról, a számítógépezésről, de még a telefontöltésről sem. Csinálják tovább úgy, ahogy eddig. Nézzék a tévét. Az élmény majdnem ugyanaz, csak oda kell képzelni a tartalmat. Az előnyei, hogy nincsenek elvárások, pontosan az történik, amit Ön akar. A végén pedig ezt meg is beszélheti partnerével. Ez eredmény csodálatos. Jól érezte magát, és még áramot se fogyasztott. A telefonfeltöltés is fontos, hiszen mobil nélkül ma nincs élet. És itt jön szóba a hit. Elvégre egy keresztény országban élünk. A módszer egyszerű. Üljön le, vegye készhez a töltőt és a telefont. A töltőkábelét dugja a lemerült telefonba, de a másik végét ne dugja a 220-ba. Tegye maga elé a készüléket, és itt jön a lényeg. Szugerálja. Nézze. Higgye benne, hogy fel fog töltődni a telefon. Ugyanúgy, mint amikor ül a templomban és a dekorációnak imádkozik. Ha valamiért mégse kapcsolna be a telefon, semmi gond. Marad a televízió esetében is használható módszer. Képzelje a képernyőre a kívánt tartalmat, de csak óvatosan. Az asszony meg ne lássa, hogy mit néz. De hogy mi az a módszer, amivel nem kell nélkülöznie semmit? Nem szükséges spórolnia. Tolja csak a klímát, ha kell, hanem főzzön, amit akar. Egyetlen dolgot kell csupán tennie. Váltson szakmát. Ha unja már, hogy nem fizetik meg, mert olyan ágon helyezkedett el, amit pont leszar a kormány, legyen politikus. A parlamentben mindig meleg van. Plusz kurva sokat kereshet, ami ugye hát jól jöhet a válságos időszakban. Itt a lehetőség, hogy ön legyen a következő Gyurcsány embere. Vagy ön legyen a következő Kövér László. Vagy a Soros pénzzel, vagy a Viktor. Nem számít a politikai hovatartozás, mindenképpen jól jár. Ezek lennének a prótípjeim a válságos időszakra. Aztán, ha majd átveszem a miniszterelnökséget, minden jobb lesz nekem. Önöknek, bocsánat. Jó, hát nekem is nyilván, mert kurva sok pénzem lesz, de önöknek is. Ha jól keresnek. Na mindegy, ne menjünk bele. Kérem, iratkozzanak fel a csatornára további tartalomért. Hamarosan találkozunk, honfitársaim. Viszlát. Mind meghalunk, geci.